Fedezze fel Győr legújabb wellness szállodáját. Csendes, nyugodt környezetben, tágas és kényelmes szobákkal, ízletes és bőséges ételekkel várja vendégeit a Girmót Sport és Wellness Hotel. Kényszerű cseréket kellett végrehajtanom, és felelősségteljesebben kell döntéseket meghozni. Nyilván a felelősség mindig az enyém. Úgy alakultak ezek a cserék, hogy bár jelezték a játékosok, fiatal játékosok, hogy semmi gond, tudnak játszani, és akkor 2 perc múlva meg már cserét kértek. Tehát azért ez egy olyan fontos dolog, amiben előre kell lépnünk. Igazság szerint magával a mérkőzéssel a másik tanulsága pedig az, hogy ami az egész idényünket végigkísérte, hogy amikor megszerezzük, nem tudom hányadik meccsünk, 34., amikor a 2 gólos előnyt nem tudjuk megtartani, úgy, hogy rárukhatnánk azt a bizonyos megnyugtató 3. gólt. Tehát ez is egy nagy tanulság mindenképpen. Sajnos az elmúlt mérkőzéseken azért elég sok technikai hibával futballozott a csapat, és a koncentrációba a labdaközatoknál különösen, de a támadás befejezéseknél is azért sokkal pontosabb játékra lesz szükségünk a jövőben. A sérültek és az eltiltottak helyzete hogy áll jelenleg a csapatnál? Hát most több kisebb-nagyobb problémával rendelkező játékos van a keretben. Ugye a Csörgő Viktor a sárgalapok miatt nem fog játszani az utolsó bajnoki mérkőzésen. A Szegi Vince biztos, hogy nem fog játszani, a többieket meg várjuk, hogy felépülnek-e. A Lányi Bence kapott egy elég komoly rugást a combfeszítőjére a mérkőzésen, ezért kellett cserélni, illetve a Szőke Gerinek van kisebb sérülése. Meglátjuk, hogy kire számíthatok a hétvégén. A tervém között úgy is szerepel, hogy az NB3-as csapatból majd lesznek játékosok, akik lehetőséget kapnak. Mire számít a haladásáni bajnokként? A bentmaradásuk az már szinte biztosra vehető, viszont olyan hírek is felröppentek, hogy akár nem állnak ki az utolsó meccsek, de úgy néz ki, hogy ez végül megvalósult, hogy minden esetre bizonytalan volt nekik a befejezés. Először is ugye a téli mérkőzésben is hasonló helyzet volt Szombathelyen. Én először szörnyűnek tartom, hogy ilyen helyzetbe kerülhet egy futballcsapat, egy futballklub. Főleg hát itt is azért családos emberek vannak, felnőtt emberek, és hát ahogy a hírekből halljuk, hogy milyen helyzetben vannak. Nyilván sportemberekről van szó, egy nagy múltú klubot képviselnek, és az elmúlt mérkőzéseken is azt láttuk, hogy különösen a Fáy utcában nagyon jól fociztak a Vasas ellen, most a kiállításig teljesen pariba voltak az Ajkával. A haladás az egy, megítésem szerint NB2-ben egy erős középcsapatnak számít. Utolsó meccsük lesz. Mi ővelük ilyen szempontból a pályán csak magunkkal akarunk foglalkozni. Remélem a srácok felszabadultan tudnak majd játszani, és célként tűztük, hogy a 6. helyet azt most már húzzuk be. A Girmót TV videói a Girmót Sport és Wellness Hotel támogatásával készülnek.